Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a videó megjelenik március 16-án. Az indiai asztrológia szerint a hold a Mruga holdházban van. Ez a Mruga holdház Orion csillagkép hatása alatt áll. Orion az nem más, mint az égi vadász. És Orionnak van két vadász kutyája, ami mutat az égi csillag felé, a sarok csillag felé. Én úgy ismerem, hogy polár stern, de nem tudom, hogy magyarul, hogy lehet ezt lefordítani. Az a lényeg ennél a holdháznál, hogy kell egy irány, kell egy cél, és abba az irányba kell tekinteni. Merkur bolygó jelenti a mozgást, a cselekvéseket, szerződéseket, tárgyalásokat vagy kommunikációt. Merkur bolygó egy kapcsolatban állt eddig Szaturnusz bolygóval. Ezek voltak komoly tárgyalások, vagy beszélgetések komoly dolgokról, lehet, hogy voltak még korlátozások is. Mivel Merkur bolygó gyorsabban mozog, mint Szaturnusz bolygó, kilép ebből a kapcsolatból, és közeledik Ráhúhoz, ami már érezhető. Ráhú az a felfele mozgó kármikus csomó, és jelenti a jövőt. Jelent egy kiútat, jelent változásokat, egy új irányt, hasonlóan, mint Mruga holdház. Az is azt jelenti, hogy lesz egy új irány. És most megnézzük először az ő gondolatait. Hát, itt bizony megjelenik az ördög. Lehet, hogy ez utal az ő negatív gondolataira is, amikor így vacilál. Tegyem vagy ne tegyem, ebből úgysem lesz semmi. Itt kell egy döntés, itt kell egy irány. Ez az ördög jelenthet külső befolyást is, rossz indulatú embereket. Lehet, hogy itt, ennél a kártyánál döntésekről van szó, ő kicsit vacilál, és kap másoktól egy rossz tanácsot, mert félrevezetik őt. A második kérdés jelenti az érzelmeit. Itt látható a torony, és ő úgy érzi, most, ebben a helyzetben minden összeomlik, kell egy kiút, kell egy megoldás. Szerencsére kezébe veszi a kardot, elvágja az ördögöt, elvágja ezt a tornyot, lezár bizonyos kapcsolatokat, vagy negatív gondolatokat, félelmeket, átteszi magát ezen. Igaz, hogy itt még vacilál, amikor döntésekről van szó, és te fogsz neki ebben a döntésben segíteni. Holott ez a kard jelenthet egy olyan helyzetet is, amikor ő valakivel valamit tisztázni szeretne. Jelenthet döntéseket is, de én úgy érzem, hogy szüksége van rád. Mert kíváncsi arra, hogy mi a te véleményed. És mit fog tenni?
Itt látható ez a fő papnő, és a kezében van a sorsok könyve. Mivel ő úgy érzi, és úgy mutatja ki felét, hogy megvan a bizalom, hogy minden úgy lesz, ahogy a sors könyvébe ez meg van írva. Vagy azt fogja közölni, hogy kettőtök kapcsolata nem volt véletlen, hanem így volt megírva a sorsok könyvében. Közeledik hozzád érzelmekkel, hiszen itt a kelyhek jelentik a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Megvan a közeledés, a szeretet, a szerelem. Mi fűz össze benneteket? Ezt mutatja a magyar kártya, amit a férjem készített. Ez olyan, mint a németeknél a rúna, ami szintén betűkre utal, meg ilyen szimbólumokra is, de mi maradunk most még ennél a magyar kártyánál, a rovás írásnál. Itt van a D betű. Most elgondolkozhatunk azon, mit jelent. Ha gondolod, leírhatod a kommentárba, mit jelent számodra a D betű. Ez lehet egy név, mint például Dóra, vagy Dénes, vagy Dávid. Lehet egy helység is, mint például Debrecen. Vagy lehet egy folyó is, mint például a Duna. Lehet egy fogalom is. Most nem jut eszembe hirtelen semmi. Hát milyen fogalom lehet D betűvel? Dunakavics, ez jutott eszembe, az a cukorka még a régi időkből. Nem tudom, hogy ez még kapható el, de én gyermekként imádtam. És a régi írásmód, az itt van középen, ez a rovás írás, ennek van egy szimbolikus jelentése. Hát olyan, mint egy kereszt, amikor sorsutak kereszteződnek, jelent egy találkozást. Itt is látható a találkozás. Vagy azt is jelentheti ez a kereszt itt, hogy elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Hasonlóan a Mruga holtházhoz, ahol ez a csillagkép Orion, ez az égi vadász a kutyáival keresi az irányt. Milyen irányba, hogyan tovább. Sőt, Merkur bolygó és Rahu kapcsolat, ami most így már közeledik és érezhető, ott is egy új irányról és döntésekről van szó. A germánoknál vannak a rúnák, és ez a rúna tulajdonképpen hasonló ehhez a rovás íráshoz, és ez a rúna azt jelenti, hogy most eljött az ideje annak, hogy döntéseket hozzunk. Itt is látható a kardnál ez a fontos döntés. A napi energia az itt látható. Én imádom ezt a táró csomagot, ezeket a képeket, de megmondom őszintén, hogy néha a kép más mutat, mint a tarónak a jelentése. De én azt nézem, hogy mi van a képen. Itt látható, hogy itt vannak a poharak, ezek jelentik a víz elemét, tehát érzelmekről van szó. Itt látható ez a nosztalgia, a múlt, azt is jelentheti, hogy valaki gondol rád a múltból, de itt ez a kislány, vagy ez a nő, itt vesz valamit, tehát itt arról van szó, hogy ő kimozdul, beszélget másokkal, sőt vásárlásról is van szó, és ez a kép jelenthet egy ünnepséget is, ahol ez a hölgy ott van a cicájával együtt. Tehát az a fontos, hogy kimozduljunk, beszélgessünk másokkal, sőt érzelmekről is, hiszen itt a poharak jelentik a víz elemét, és a víz elemén mindig érzelmekről van szó. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, írd le a véleményedet, írd le, hogy mit jelent a D betű, vagy ez a kereszt, hogyan értelmezed.
És ha gondolod, meglátogathatsz a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik az információ a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!